1989 nyarán sok tízezer kelet-német turistát engedtek át a magyar határon azért, hogy Ausztrián keresztül kimehessenek nyugat-német rokonaikhoz. Az, hogy ebből a helyzetből nem lett szociális katasztrófa, nem terjedt el fertőzés, járvány, ez mind Kozma Imre atyának, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítójának köszönhető, ugyanis szociális védőhálót épített fel a menekültek számára 30 évvel ezelőtt a zugligeti plébánián. Ezek mindig azért fontosak, mert ezek olyan feladatokról szólnak, amit nem az ember talál ki. Ezt az élet hozza, ezt az Isten hozza. És ez azért fontos, mert ezekben a helyzetekben derül ki az, hogy az ember mire képes. Tudni, ha ilyen helyzetekben nem megyünk bele, akkor nem tudom én soha meg, hogy én mit tudok megtenni. Ez az egyik. A másik, csak ezekben a helyzetekben tudom meg azt, hogy egy embernek mire van szüksége. És egyszerűen ezt teszi egyértelművé az emberi kapcsolatainkat. Tudni illik, az emberi kapcsolatok drámaiak. Egyszer egy nagy találkozó volt, Borsos Miklóséknál Sajkodon, fiatal pap voltam, Németh László a drámaíró, meg Vörös Sándor az költő volt ott, és akkor Németh László egyszerűen minden bevezető nélkül azt mondja, az emberi élet műfaját tekintve dráma. És elkezdett erről beszélni, hogy a szeretet drámai, és ha a szeretet igazán komolyan az ember életét jelenti, akkor abba bele kell halni. És Vörös Sándor ezt egy kicsit olyan ijedten hallgatta, és azt mondja, jó, elfogadom, hogy emberi élet műfaját tekintve dráma, akkor a költészete meg az irgalom. És ez úgy lekerekített bennem mindent. Hoppál Péter, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke, a Cirfánli Esték moderátora elmondta, Kozma Imre atya a menekült hullám ellátásának megszervezésével segítette Magyarországot abban, hogy hozzájárulhasson a német újraegyesítéshez. Nem szabad elfelejtenünk büszkének lenni, hogy 30 évvel ezelőtt ilyen embereken múlt ugyan, akit szorongatott a korabeli diktatúra, aki hetente járt be kihallgatásokra az államegyházügyi hivatalba, aki a kádári puha diktatúra idején is megfigyelt ember volt, és lehallgatott és vallatott ember volt, de mégis mindig dacolt a hatalommal, és mindig kitartott az elvei és az általa iránymutatásként fontosnak tartott biblikus üzenetek mellett, és végezte a szolgálatot, és ennek következtében a magyarok megítélése szerte a világban rajta keresztül, az ő szolgálatán keresztül megemelkedett, és ma úgy tekintenek ránk, mint akik nem valamiféle szívtelen népség vagyunk Európa közepén, hanem szolidárisak vagyunk, és amikor segíteni kell, akkor akiknek kell, segítünk. És ennek a tükrében, ha tekintünk magunkra, akkor éppen a mai napon zajlott határ áttörési kísérlet. Tehát nem szabad mellé tennünk annak a mostani szervezett emberkereskedelemmel támogatott bevándorlási hullám, nem azonos azzal, amikor valakiket valóban egy diktatúrából menekülve kell emberszeretettel segíteni abban, hogy eljuthassanak a céljukhoz. A harmadik évadát élő pécsi Cirfándli Esték rendezvény idei témaköre a rendszerváltás 30. évfordulója. Ezért a szervező Pécsi Polgári Szalon olyan vendégeket hív, akik személyesen megélt politikai, közéleti élményeiket mondják el a pécsi közönségnek, Hoppál Péter beszélgetőtársaként. A legutóbbi estnek a pécsi püspöki magtár adott otthont.